Magyarország területére pinteken az ukrán-magyar határszakaszon 6671 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül több mint 4000 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 312 embernek állított ki 30 napig érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Ezen idő alatt fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát, hogy végleges okmányokhoz jussanak. Áll a rendőrség közleményében. Az ukrajnai háború elől pénteken 465 ember, köztük 155 gyermek érkezett Budapestre vonattal.